Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Kezdenek megtelni élettel a szabadtéri pályák. Szinte minden sportágban megkezdődtek az edzések. Mai Baranyai és Tolnai körképünkből megtudhatják, hogyan érinti a sportegyesületeket a fokozatos nyitás. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Elment. Tragikus hirtelenséggel, bántóan, fiatalon, 38 évesen elhunyt egy csupaszív sportoló harcos, egy emberi tulajdonságai által a sporton kívüli világban is sokak által szeretett fiatalember. Vas Krisztián ketrec harcos versenyző, több ismert küzdősport edzője, oktatója. A Maori Team alapítója tüdőembóliát kapott az elmúlt szombaton, az orvosok pedig már nem tudtak segíteni rajta. Bajától Szekszárdon át Budapestig gyászol, meg annyi küzdősport képviselője. Egy csupa szív ízig-bélig harcos, a modern küzdősportok sokaságában otthonosan mozgó, sokak által kedvelt sportoló és oktató, szombati tragikus halála miatt égnek a mécsesek a szekszárdi sportutcában az általa alapított Maori Team edzőterem előtt. A döbbenet, az értetlenség ül ki az arcokra. Vas Krisztián a MAK egészségesnek vélt, semmilyen betegséggel eddig nem küzdködő, sokak által kedvelt fiatalember 38 éves korában, illetve első rosszulétét követően tüdőemboliában elhunyt. Az orvosok már nem tudtak segíteni rajta. A küzdősportok világában a döbbenet, az értetlenség ül ki az arcokra a szekszárdi sportember tragédiája miatt. Krisztiánt országosan is sokan ismerték, mi több elismerték. Szombaton dolgoztam, kint a tanyánkat bontottunk, elmentem le a családdal, mondom össze, egy kicsit elmegyünk, ebédelünk egyet, Baján elmentünk Potyhacsárdába, ott ért a telefon, ahogy hozták ki a kaját, lezsibbadtam, egy étvágyam, nem, hát ezek után étvágy nem is lett volna az embernek, és majdnem, hogy ordibálva kérdeztem a srácot, mondom, ez igaz, aki telefonált nekem, mondom, ez igaz, ne, tényleg Vas Krisztián, mondom, biztos, Krisztián, biztos, mai napig nem hiszem el, de rajtam kívül szerintem több ember, több száz ember, több ezer ember nem hiszi el, aki ismerte, mert nagyon sokan szerették, ismerik Krisztiánt, nagyon sokan. Az edzőpartner, szintén közeli barát, Székely Ferenc, földharcos, nem kevesebbet állít, mint azt, hogy nehezen pótolható, óriási űrt hagyott maga után a küzdősportokban Krisztián. Úgy is, mint szép sikerek elérésére törekvő MMA-s ketrec harcos versenyző, és mint felkészült oktató edző, aki ez utóbbira az életét tette fel, ezért is alapított klubot, bérelt helyiséget éveken át összespórolt pénzéből. Az egész város rengeteget vesztett ezzel a tragikus esettel, ami most itt történt, mert tényleg rengeteget vesztettünk. Tehát a gyerekek, ő volt az, aki a gyerekekkel legjobban foglalkozott ebbe a szegmensben. Profi boxolóként kezdte pályafutását Vas Krisztián, bemutatkozott a szekszárdi küzdősportgálákon is. Néhány év elteltével váltott az új, a mai modern küzdősportok irányába. Elsajátította a Thai box alapjait is, a brazil birkózásban, a jiu-jitsuban is otthonosan mozgott. Ezek hiteles oktatójává, edzőjévé képezte magát, hogy az említett sportok egyvelegének tekinthető, világszerte egyre népszerűbbé váló MMA-ban, a ketrecharcban is még mindig aktív versenyzőként kipróbálhassa magát, ösztönző példát mutatva ezzel tanítványainak. Nagy álma volt, hogy idáig eljuttasson egy-két versenyzőjét a későbbiek során. Van okuk örömre a megyei első osztályú majosi focistáknak és népes szurkolótáboruknak, akik remek hírt kaptak a napokban. A tabella éllovasaként teljesülhet régi álmuk. Feljutottak az MB3-ba, ami történelmi tett. A Bonyhádhoz tartozó önálló kis településen. Úgy tűnik, vállalják, de ahhoz, hogy az MLS megadja az engedélyt, pályájukon és a hozzá kapcsolódó létesítményeiken sok a teendő. Többek között még egy fedett lelátót is kell építeni a várható vendégszurkolók fogadására. Régóta dédelgetett álma vált valóra a majosi focistáknak és a szurkolóknak, a járványnak köszönhetően is. Ők álltak ugyanis a megszakított megyei első osztályú bajnokság első helyén, ez pedig a jelenlegi versenyszabályzat értelmében MB3-at ér, ami történelmi tett a kisklub életében. Ehhez 2013-ban jártak a legközelebb a majosi zöldek, amikor 3-3-as összesítéssel több idegenben lőtt góllal az osztályzón kiharcolták a feljutást a hozzájuk képest óriás Mosó-Magyaróvárral szemben. De a magyar futballra jellemző gyakori átszervezések miatt mégsem lett MB3-as az országos viszonylatban szuper törpe majos.
Most viszont igen, és úgy tűnik, vállalják bátran az MB3-at. Noha sok még a tennivaló, hogy a pályával, egyáltalán az egész létesítménnyel megfeleljenek a harmadosztályú követelményeknek. Ami a játékos állomány tudásszintjét, egyes játékosok fejlődési lehetőségeit, a keret további erősítését illeti, a Majosi Ese újraválasztott elnöke meggyőződéssel vallja, e tekintetben biztosan versenyképesek tudnak lenni az augusztusi rajtra. Az évek alatt tudatosan építgettük, formáltuk a társaságot. Elsődleges szempontok nem csak a sport kérdések voltak, hanem az emberi tulajdonságai is a csapatnak. Ezért kimerem jelenteni, hogy talán a legegységesebb és legjobb baráti társaság és legjobb közösség kerülhetett fel magasabb osztályba. A Majos Ese szeretné elvállalni az MB3-as lehetőséget. Ehhez hozzávetőlegesen 20-30 millió forintot kell előteremteni viszonylag gyorsan, hogy a pályát, amely sem széltében, sem hosszában az MB3-nak nem megfelelő, rövid idő leforgás alatt szabványosíthassák. A mostani lelátót le kell fedni, és ehhez hasonlót kell megépíteni a vendégszurkolók számára is. És az öltözőkomplexum, amit nemrégen hoztak létre, amire okkal büszkék a majosiak, bővítésre szorul, orvosi szoba, női játékvezetői öltöző szükségessége miatt. Ilyen léptékű bővítés nem képzelhető el további bonyhádi önkormányzati pénz, támogatás nélkül, noha temérdek társadalmi munkában és ingyenes felajánlásokban Majos továbbra is élejáró. Van olyan vállalkozónk, aki azt mondta, hogy például ezeket a mobilkerítés építéseket ő meg tudja a saját alkalmazataival oldani. Van olyan vállalkozónk, aki egyéb feladatokban tud segíteni nekünk, de vannak olyan feladatok, amik szakipari munkák, amihez mindenképpen a város engedélye, hozzájárulása, hiszen a városi sporttelep szükséges. Nagyon bízunk benne, hogy polgármester asszony mellénk áll, támogat bennünket, és az országgyűlési képviselőnk pedig, aki egyébként rendszeresen a mi pályánkat használja, egyéni sportolási céljáért ide jár ki hozzánk futni, stb. Úgy gondolom, hogy számíthatunk az ő támogatására mindenképpen ebben. Bonyhád önkormányzata eddig is közmegelégedéssel támogatta a hozzátartozó városrész fociát, így is, úgy is. A városunk nem csak sportcélú támogatást ad az egyesületünknek, hanem az egész ingatlannak a fenntartási költségeit is magára vállalja hosszú évek óta, ami azt jelenti, hogy víz, gáz, tehát fűtés, villany, egy közalkalmazati státusz biztosít pályagondnoki feladatokra. Az MB3-ban már a játékosok dotálása, meccspénze az összköltségvetés elég jelentős részét teszi ki. Majos e tekintetben fél amatőr, avagy fél profi kis csapat marad, futballistáik, mint azt Fábián Béla őszintén elmondta, számukra vállalható pluszpénzt kérnek a megyebajnoksághoz képest, ha erre a pályán is rászolgálnak teljesítményükkel. A játékosoknak megkérdeztük a véleményét, hogy mennyit szeretnének MB3-ba kérdezni, vagy keresni. Volt olyan játékos, aki úgy gondolta, hogy neki dupla jár, volt olyan játékos, aki szerényen épp hogy a megye egyes meccspénzéhez kért hozzá valamennyit, nagyon korrektül. Én nagyon bízom benne, hogy ők is megértőek lesznek, úgy is látom, hogy megértőek egyébként, mert nagy lehetőség nekik is azt, hogy magasabb osztályban megmutathassák magukat. Nem kérdés, hogy Baranyából 3 évvel ezelőtt érkezett edző, Tihanyvári László, sikeredző, továbbra is élvezi a majosi vezetés bizalmát. Rábízzák azt is, ki az a 3-4 fiatal évjáratú, MB3-as szintű, az ő közösségükbe beépíthető, emberileg alkalmas futballista, aki Tolnából, Baranyából, esetleg Somogyból csatlakozna a majosiakhoz. Pikáns kérdés, lesz-e igazolás, esetleg elcsábítás, átcsábítás a csak megyebajnokságra készülő, de bomberős kerettel rendelkező Bonyhád csapatából? Nem elsődleges célunk, hogy mi Bonyhádról igazoljunk játékosokat. Megmondom őszintén, lehet, hogy kicsit messzebbre mennénk inkább, lehet, hogy átlépnénk a megye határt ismét, nekünk ez nagyon jól bevált, és inkább fiatal játékosokat keresnénk, akik fejlődő képesek, hosszú távon több lehetőség van bennük. Vajon elcsábul-e a Bonyhádban már bizonyító, magának már helyet követelő több fiatal legalább 1 évre a Majos kínálta MB3-ért?
Újra pályán a május végi NB1-es idénynyitóra készülő Paksi FC NB1-es labdarúgó csapata. Hogy milyen szervezeti formában készülnek, mire kell odafigyelni egészségvédelmi okokból, mit terveznek többek között a két legjobb magyar csapat, a Ferencváros és a Videoton elleni közelgő hazai mérkőzéseken, megtudhatják az egyik edzés után készült riportunkból. A Paksi FC játékosai mindent beleadva tréningeznek a szabadban. 6-7 hetes kényszerpihenő után térhettek vissza a pályára a közös edzések. Két hete kezdték meg a kiscsoportos munkát, a kormány május 4-től engedélyezte a teljes csapatos edzéseket. Harmadik napon egy vírusteszten esett át mindenki, mindenkinél mindent rendben találtak. Ha elkezdődik a bajnokság, heti kétszer fogják tesztelni a csapatot és a vezetést, valamint a találkozók előtt is koronavírus tesztet kell végezni minden játékoson és a velük érintkezőkön. Március közepén játszotta utolsó bajnokiát a Paks, akkor Újpesten 1-1-es döntetlen született. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján jelentette be, május 30-án a 26. fordulóval folytatódik a pontvadászata az első osztályban. A vírus miatti kényszerpihenő sem telt tétlenül a játékosok számára. A stáb nagyon profin kezelte ezt a helyzetet, személyre szabott edzésprogramot írt elő minden játékosnak, és ugye ezt nyomon tudták követni a GPS segítségével, hogy mindenki elvégezze ezt a munkát, és az első edzés, ami két héttel ezelőtt volt, akkor egy felméréssel indítottuk, és az bizonyította, hogy igenis mindenki valamilyen szinten, azért szinten tudta tartani magát. Mondanom se kell, nagyon hiányzott mindenkinek a futball, mert hiába készültünk egyénileg, azért az teljesen más. Úgy érzem, mindenki nagyon nagy elánnal vetette bele magát a munkába, és mindenki nagyon várja már a szezon kezdetet. Nagyon nehéz 8 meccs vár ránk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó felkészüléssel elérhetjük a céljainkat. 6-7-es pihenő volt, a játékosok egyéni edzéstervet kaptak otthonra. Amikor visszajöttek, akkor mérlegeltünk is, illetve használunk egy katapult rendszert, ami gyakorlatilag megmutatja, hogy ők milyen állapotban vannak. Tehát olyan állapotban jöttek vissza, amilyenben én szerettem volna, tehát megvan az alapálló képességük megvolt, illetve a táplálkozásokra figyeltek, mert a kilójuk is rendben volt. Fáradtak már a játékosok, tehát egy igazi terhelést kaptak a két hét alatt. Ugye a harmadik hét lenne a csúcsterhelés, és akkor júniusi rajta, vagy a májusira, május végére, arra szerintem készen fogunk állni, és akkor gyakorlatilag az 5-7-es felkészülésnek elég kell lenni ahhoz, hogy erőbe jók legyünk. Az edzőmeccseket azért nehéz szervezni itt a járványhelyzet miatt, az hiányozni fognak azért a több edzőmeccs. A 10. helyen vagyunk, ugye ugyanannyi pontunk van, mint az Zalaegerszegnek. Egy pont előz meg minket a Debrecen és az Újpest. Gyakorlatilag 6. helytől mindenki veszélyben van, mert ugye 3-1 meccsre van a 6. hely is. Alapvetően nehéz sorozatban menjünk bele, mert az első 3 csapattal játszunk most. A Videótonnal, a Mezőkövesdel, a Fradival, illetve menjünk Zalaegerszegre és Kaposvárra. Most a sors pikantériája az, hogy tavaly 5 meccsből 12 pontot szereztünk ellenük, és pont 4-szer nem is kaptunk gólt, tehát csak a Fradidó kaptunk ki, meg egy gólt, de ez nem valószínű, hogy ez így lesz, az egy nagyon jó szériánk volt, bár megosztott az, hogy novemberben, decemberben voltak meccsek, és ugye januárban kezdődött újra a Fradi, Zalaegerszeg, Kaposvár, úgyhogy van miben bízni. Elégedett lennék most jelenleg ebből az 5 meccsből 7 ponttal is. A sorsolás szerint május 30-án a 26. fordulóban a Fehérvár FC gárdáját fogadja a Fehérvári úti stadionban a Paksi FC, mégpedig este 9 órakor. Az összecsapások zárt kapuk mögött zajlanak majd, de az egyik sportcsatorna minden egyes bajnokit élőben közvetít, így a Paksi meccset is. Az MLS elnökségének döntése értelmében a bajnokság a tervek szerint június végéig befejeződik. Két forduló hiányzik az NB1-es sakk csapatbajnokságból ahhoz, hogy végeredményt hirdessenek. Az elmaradt meccsekre jó eséllyel augusztusban kerülhet sor. A Paks hírnevének megfelelően most is a 2. helyért van harcban. Az erőviszonyok és a felkészültség alapján reális a tavalyi bronzérem után az ezüst, de ehhez még meccset kell nyerni, és a bajnokjelölt Nagy Kanizsával is összecsapnak a Berkes Ferenc vezette paksiak. Úgy tűnik, a jövő évre halad
választott sakkolimpián való részvételre is jó esélye van egy férfi és egy hölgy versenyzőnek. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy befejeződjön az idei sakkcsapatbajnokság, mindössze két forduló volt vissza, és ekkor vetett véget az NB1-es csapatbajnokságnak az Országos Szövetség. A már hosszú ideje az ország három legjobb csapata közé tartozó atomerőmű ese együttese a második helyen állt éppen a favorit Nagykanizsa mögött, a Zase sakkozói készek a folytatásra. Várhatóan talán a két fordulót még, ha lehet, hogy nem ilyen dupla fordulós, záró fordulóként, hogy mindenki részt vesz benne, tehát hanem esetleg egyéni csapat versenyeken fog majd eldőlni. Valószínűleg még lesz egy ilyen befejező forduló, de hát ez még bizonytalan. Vissza van még a Nagykanizsa Paks meccs, de ez már a 2019-20-as csapatbajnoki cím szempontjából nem igazán osztszoroz, mert az ellenfél 9 ponttal vezeti a bajnokságot. A második hely olybá tűnik, most is meg lehet, immáron 6-szor az elmúlt 10 évben. A bajnoki cím megszerzése a jelenlegi erőviszonyok alapján nem reális. Elég jelentős erőfölény van a Nagykanizsa, a cserepadja is csupa nagymesterekből áll, és nagyon sok külföldi tudnak mozgósítani. Nagyon nehéz ellenük összeállni. Mi egy kicsit szerényebb csapattal rendelkezünk, de nagyon ütőképes szintén. Büszkék arra, hogy 5 saját nevelésű nagymesterük van, akik náluk kezdtek. Ács Peti, Berkes Feri, Pap Gábor, ugye Fodor Tomi is itt játszott, Szabó Krisztián, tehát, és most is nagyon nagy esélye van, hogy a Kacur Fóri és a Lizák Peti nagymesteri érik, tehát őket támogatjuk, és próbálunk a paksi foci csapathoz hasonlóan esetleg honi játékosokkal megoldani a csapat összeállítást. Visszatérve a bajnokságra, a második hely újra meglehet a tavalyi bronz után, amiért még ugyan dolgozni kell, nincs a zsebben, noha az egyik ellenfél éppen a Nagykanizsa. Mivel ők már gyakorlatilag bajnokok, megeshet, hogy nem a legjobb játékosaikkal érkeznek erre a meccsre. Talán nem hozza a nagy ágyúit, vagy minden nagy ágyút nem hoz, tehát egy ilyen szorosabb meccs lehet. Viszont hát ugye a vírus helyzettől függően olyasmit hallottam, hogy esetleg augusztus végén lehet róla szó, hogy külön csapatként, tehát mondom nem összevont fordulóként megrendezve lezárulhat a bajnokság. A sakkvilág is, mint a klasszikus olimpiai sportágak, a jövő évi olimpiára tekint, amit Moszkvában rendeznek. A magyar férfi és a női válogatottban is szerepel minden bizonnyal majd egy-egy paksi éljátékos, Berkes Ferenc és Vajda Szidónia szemében. És egyfajta sportdiplomáciai sikerként feltétlenül megemlítendő, hogy a női válogatott csapatkapitányát, szakvezetőjét, Pap Gábort is az ASE delegálja majd a sakkolimpiára. A sakkozók a kényszerszünetben gépi edzésekkel online módon formában tudták tartani magukat. De a két havi legalább egy nagy verseny már minden komoly versenyzőnek nagyon hiányzik. Az egészségügyi szabályok betartásával kezdték meg a kiscsoportos, szabadtéri edzéseket a kozármislenyesek kézilabdázói. A szakmai stáb minden korosztálynál felméréssel kezdi a felkészülést. Hétfőn a csonka szezonban óriási eredményt elért, vagyis felsőházba jutott, U14-es csapat első edzésén jártunk. A Magyar Kézilabda Szövetség először zárt kapussá tette mérkőzéseit, majd hivatalos közleményben jelentette be, hogy március 14-től minden a szövetség által kiírt bajnokságot és kupasorozatot felfüggeszt. Aztán pedig az elnökség befejezetté nyilvánította a 2019-20-as hazai bajnoki és kupasorozatokat. A kozármislenyesénél ez nem csak a feljutásért küzdő felnőtt csapatot, hanem az egész utánpótlást érinti. A kormány döntéssel összhangban a csapatok elkezdték a kiscsoportos, szabadtéri edzéseket. Hát túl vagyunk egy elég kemény két hónapon. Gyakorlatilag ez a két hónap ugye arról szólt, hogy otthoni edzéseket végeztek a sportolóink, az edzőink utasításai, illetve iránymutatásai alapján.
minden tiszteletem ezek a fiataloké, hiszen ebben a nehéz helyzetben is én azt gondolom, hogy a nagyon nagy százalékuk maximálisan ellátta a feladatát. Majd kiderülni az majd most fog nem sokára, mert felmérjük őket, hogy hol tartanak. És most elkezdtünk kinti edzéseket megszervezni. Ugye egy héttel ezelőtt a magyar kormány hozott egy döntést, hogy megkezdődhetnek a sportedzések, mind amatőr, mind profi vonalon. Így most mi első körben a felnőtt ifjúsági serdülés U14-es úgynevezett versenykorosztályaink részére megkezdjük a kis csoportos közös edzéseket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy betartva minden olyan előírást, ami erre vonatkozik, az Országos Sportegészségügyi Intézet, illetve a Magyar Kézilabda Szövetségnek vannak előírásai. Betartva a legfontosabb dolgok, hogy nincs közös utazás, nincs közös öltözés, gyakorlatilag egy mosdót biztosítottak a számunkra, vagy mosdót biztosítunk a sportolók számára. A pályán egyszerre 6-7 fő fog maximum tartózkodni. Egyéni képzésről beszélünk, kizárólag olyan edzésgyakorlatokat állítottunk össze, amelyben nincs kontakt, tehát a védekező gyakorlatokat most nem fogjuk gyakorolni, hanem inkább az egyéni taktikai dolgokat, átadások, labdaátvételek, csellezések, illetve a kapuralövési technikákat. Úgy vannak elosztva a gyerekek, hogy minden posztra egy jön egy nap, tehát még az a bizonyos másfél vagy két méter távolságot is kényelmesen tudjuk tartani egymástól. Igyekszünk olyan dolgokra odafigyelni, hogy nyilván itt most nem lehet közös kulacsból inni, még véletlenül se. Be vannak készítve a készfertőtlenítők, be van készítve a lázmérő, tehát minden olyan dolog, ami ehhez szükséges. Úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttünk, mert végre labdát foghatunk a kezünkbe. Egy héten kettő edzés lesz egy sportolónak, tehát úgy osztottuk el, hogy kettőször kell jönnie. Emellett természetesen erőléti edzés és futóedzések is vannak, hiszen a heti 5 edzést ezeknél a sportolóknak ezekben a korosztályban tartjuk. Az ország legjobb 8 csapata között játszhattak a Kozár Mislenyese U14-es leány kézilabdázói. Az alapszakaszban csak a régiógárdáival, a felsőházban viszont már az ország minden részéről érkezett csapatokkal kellett megküzdeniük a lányoknak a csonka szezonban. A Kozár Mislenyiek felsőházba kerülése azért is megsüvegelendő, mert ők voltak a legfiatalabbak a mezőnyben. Én nagyon meg voltam elégedve, nagyon szép eredményeket értünk el a korunkhoz képest, és hát ameddig tartott, addig nagyon tetszett. Szinte minden nap edzettem, hogyha csak egy picit is, akkor azt is megcsináltam. Csináltam még úgy az edzéseken kívül néha plusz feladatokat, attól függ, hogy mennyire bírtam. Tanultam, mert a családommal és a kiskutyámmal töltöttem az időt nagy részt. Nagyon örülök, hogy már így láthatjuk egymást, nem csak így mondjuk kamerán keresztül, és nagyon remélem, hogy jó lesz, és hát örülök. Hát edzettem, és az iskolában foglalkoztam. Tartottuk a kapcsolatot, a társaság azt hiányzott, és szerintem jó társaságunk van. Futottunk meg, online voltak ilyen edzéseink. Hiányoztak a közös edzések, de szerintem fit vagyok még. Azt most tudod, hogy ma mi lesz a program? Igen, ilyen felméréseket fogunk csinálni. Futni, és ilyenek. Volt már ilyen esetleg ilyen korábban? Igen. Jól sikerültek neked? Hát, fogjuk rá. A Magyar Kézilabda Szövetség egyhangulag meghozott döntésének része, hogy a helyezéseket nem osztják ki, és nincsenek se kiesők, se feljutók. A nemzetközi kupákban azok a csapatok indulhatnak, melyek a 2018-19-es idény alapján jogosultak voltak erre. Teljesen felborult a rend, tehát a legnagyobb problémánk az az, hogy nem tudjuk, mikor kezdődik a következő. Ezért nekünk most úgy kell készülni, mint hogyha a következő az majd valamikor nagyon sokára kezdődne, egy bizonytalan távoli időpontba, ezért ameddig lehet kitoljuk az edzéseket. Ez a programunk ma kezdődik, és innentől számítva 7 hetet fog tartani a terveink szerint, azaz június 26-ig. Itt elképzelhető, hogy lesznek már az utolsó 2 hétben majd módosítások, főleg a fiatalabbaknál, hiszen az iskola is véget ér június 15-tel, utána már lehetnek befizetett nyaralások, befizetett utazások, még ha ez most kicsit olyan viccesen is hangzik, de ez benne van. Tehát ott majd alkalmazkodnunk kell, és nyilván a szövetség is, én azt gondolom, hogy egy 3-4 héten belül meghozza a döntését a tekintetben, hogy mikor van a kezdés, na akkor ahhoz képest fogunk majd ezen módosítani. Nem gondolom, hogy annál tovább kell edzést tartanunk, bízom benne, hogy az edzések a megszokotthoz képest, vagy a versenyek a megszokotthoz képest szeptember első napjaiban elkezdődnek.
akkor ahhoz viszonyítva tudjuk majd mi is meghatározni, hogy mennyi edzés, mennyi pihenőt hagyunk a sportolóknak. Természetesen le lesz zárva egyszer ez a szezon is, és akkor átadjuk őket a civil életnek, fogalmazzunk így, hiszen fiatalokról beszélünk, nagyon fontos, hogy feltöltődve érkezzenek és labdaélyesen érkezzenek vissza, szerintem most azok. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!